szeretett és csodált alkotóművész a vendégünk, Haris László, fotóművész, akit szeretettel köszöntök. És köszöntöm Súlyok Miklós, akadémikus urat, mind a ketten akadémikusok, Súlyok Miklós, művészettörténész, a művészetelméleti tagozatnak a tagja, és hadd mondjam el, hogy Súlyok Miklós a szakmai felelőse, mondhatni szerkesztője ennek az egész sorozatnak, ami már ugye tavaly óta szépen zajlik. Úgyhogy most ő lesz a beszélgető társa, a kérdezője Haris Lászlónak. Arra felhívom a figyelmüket két dologra. Az egyik az, hogy majd két hét múlva lesz a tavaszi szezonunknak az utolsó beszélgetése, akkor Dubrovai László lesz a vendégünk, akinek nemrég mutatták be a Faust, az Elkárhozott című táncjátékát a Művészetek Palotájában. Ez az egyik, amit mindenképpen szerettem volna, hogy emlékeztetőül elmondhassak. A másik pedig, hogy a beszélgetés közben, amit az akadémikus urak fognak folytatni, önök gondolkodjanak kérdéseken, hozzászólásokon, hiszen az utolsó negyed óra körülbelül az mindig a közönségé szokott lenni, és remélhetőleg Haris László majd az önök kérdéseire is válaszol. Köszönöm szépen, szép estét kívánok! Jó estét kívánok, kedves vendégeink, mindenkinek, közelebbi és távolabbi barátainknak. Haris László az a fotóművész, aki az elmúlt 50 év magyarországi fotótörténetének egyik főszereplője volt és maradt. A nemrégiben készült munkáiból látszik, hogy még mindig ugyanazzal az aktivitással dolgozik, mint évtizedekkel ezelőtt. Ezt a beszélgetést úgy gondoltuk el, hogy az első 10-15 percben röviden felelevenítem Haris László munkásságát, és utána pedig a legutóbbi mű sorozatáról, a több idősíkú panorámaképekről fogunk beszélgetni. Fotósi pályafutása úgy kezdődött, hogy az 56-os forradalom egy csöndes napján gimnazistaként elment fotózni, és ezek a képek nemrégiben néhány évvel ezelőtt kerültek elő, az, ami megmaradt abból a sorozatból, amit akkor készített, és ezért ezt a forradalom 60. évfordulója emlékére hát illesztettem a beszélgetés elejére. Igen, hát ezek nekem nagyon fontos képek, de hát egy gyereknek a képei mindenképpen, úgyhogy az élmény volt nagy, a fotótudás kevés, és ez az eredménye. A tulajdonképpeni Haris fotós pályafutásának legelső munkái, és utána még hosszú évekig tulajdonképpen képzőművészeti munkák voltak. Ahogyan ő maga is képzőművészként közelített a fotóhoz. Ugye a korszaknak a képzőművészetében a konceptuális művészet, a performance, a neo-avantgárd egyéb újabb irányzatai, illetve technikái között a fotó is egy fontos szerepet kapott. Mindjárt fogjuk látni, hogy milyen módokon. Haris egyik első ilyen kísérlete volt, tehát hogy experimentális fotókról van szó, a anyag mikro felvételeknek lehet nevezni. Mondjuk a mikro nem jó szó, mert nem mikroszkópi felvételekről van szó, hanem fényképezőgéppel készült felvételekről. Az, hogy a Syrenon kiállításon vett részt, amiről tudjuk, hogy a magyar neoavangárd egyik legjelentősebb kiállítása volt a 60-as évek, tehát a 56 utáni időszakban, az iparterv kiállítás mellett mutatja azt, amit az előbb már említettem, hogy Haris László képzőművészként kezdte pályafutását. Ugye itt a nagy mű, egy kész nagy, jobb méretű képzőművészeti mű, olajfestmény, vagy akár nyomat, kis részletében fedez föl a kreatív szem olyan részleteket, amelyekből újabb képeket alkot. A címadás pedig ehhez járul hozzá.
Itt most ugye projektorral óriási méretben látjuk, ezeknek a képeknek van egy olyan mérete, amit te ugye fotójárással, nagyításként meghatároztál. Igen, de ezek is abban az időben, tehát 70-ben, 69-70-ben a nálunk szokásos fotóméretek között a nagyon nagyok közé számítottak. Ez például méterszer, ez méterszer méteres méretű kép. Tudtam azt, hogy igazándiból a fotográfiának az egyik fő vagy fontos lehetősége az, hogy a mérettel szabadon tud bánni, és ha szabadon tud bánni, akkor miért ne bánjon vele? Igen, ez nagyon fontos részlet. Ez egy egészen más karakterű fotó, ugye a legutóbbi monográfia címlapján is ez látható. Ez már közelebb áll a konceptuális művészethez. Ez Balaton Boglár 1971, és tulajdonképpen az első boglári támadás, már úgy értve, hogy a hivatal általi támadás a boglári kiállítók ellen. Ez az első boglári katalóg. És azért illesztettük be, hogy látszon, hogy kik voltak akkor a résztvevők. Hát a jelenlévők között jól látom, hogy szinte mindenki tudja, egyrészt jelen is vannak néhányan közülük, és hát mindenki tisztában van, hogy kik ezek a művészek, tehát itt most nem kell külön művészettörténeti vagy lexikon hát előadást ehhez mellékelni. A 70-es évek elejétől, ahogyan a magyar képzőművészetben történt, Haris László is konceptuális munkákat készített, fotó, a fotóeszközét is felhasználva ehhez. 1973-ban bezárt Balaton Boglár. Nyilván nincs itt mód részletezni, hogy milyen szörnyűséges körülmények között, vagy milyen übükirályi körülmények között, inkább ezt lehet mondani, tehát elmebeteg támadás érte a kápolnát, és bezárták. És akkor sok emberben megszületett az a gondolat, hogy hát úgy látszik, hogy kiszorítanak a kiállító helyekről, és ezért inkább konceptuális munkákhoz kezdtünk hozzá. Ez a sorozat pedig a Nagyítás című, igen, amelyik a Műszaki Egyetem E kollégiumában volt először bemutatva. A fotó műfaja milyen kiválóan illeszkedik a konceptuális művészetnek az akcióművészettel fűszerezett válfajába, ugyanis itt a megvalósítás is maga tulajdonképpen egy performance lehetett. Igen. Nem csak arra van szó, hogy megrendezünk egy helyszínt és azt lefotózzuk, hanem itt egy akciósorozat hozta létre ezt a művet, és így a mű maga is sorozatszerűvé válik. Ugye a fölakasztott jel, vagy fölfüggesztett, kifeszített jel, és annak az árnyékának a változásai adják a kérdésre a választ, vagy inkább mondjuk azt, hogy fölteszik azt a kérdést, hogy mi a jel, mi a fix, és mi a fix pont, és mi az, ami változik. Hogyan ragadható meg a valóság miben léte művészi eszközzel. És igen, ehhez tartozik egy szöveg is. Maga az a fotóművészeti vagy képzőművészeti téma, hogy az árnyék miképpen működik egy szituációban, alkotja a Smal Károly 70-es évek elején készült fotósorozatának is a témáját, ahol egy megrendezett helyzetet lefotózva, a fotóra helyezve újabb tárgyakat, annak az árnyék vetésével teszi fel ugyanezeket a kérdéseket. Te nálad egy más szituáció, egy egyértelműbb, egy tisztább képle, mondjuk úgy képletszerűbb megfogalmazásról van szó, a Smalnál egy finomabb is játékosabb körbejárásról. De nagyon régi probléma ez, hát tulajdonképpen a Platón féle hasonlat is a külvilágnak a képe, amit figyelek. Ez egy egészen másféle konceptuális munka, de már ennek a problematikája közelebb vezet minket a később tárgyalandó több idősíkú panorámaképekhez, mert az idő megragadásáról van szó. Ez egy teljes napnak a
480 felvétele, egy nap ugyanis 480 szó 3 percből áll. Itt mi történik? Ez ugyanaz, mint az előző kép, csak az a különbség, hogy a nagyítás közben a nagyítógépnek az objektívját elcsavartam és eléletlenítettem, és ezáltal tulajdonképpen a dolognak csak egyfajta lényege látszik, az apró részletek eltűntek az életlenség következtében. Igen, a fényváltozása látszik, ugye? Ez a nap során a fényváltozását látjuk. Egy kis szórakoztató betétként tettük be a nagyítós címlapokat. Nagyítós címlapokat, amelyek a Photoshop, vagy hát a digitális technika előtti korból származó, hát jelentős mesterségbeli ügyességet igénylő, és egyébként annál is nagyobb fantáziát igénylő képsorozat. A plakátművészet területére tett kirándulás, ahol szintén a Halis László fotoművészi oldalának egy másik vetületét ismerjük meg. Itt a fotó az ő műve, ugye a plakátok grafikusa, mint ahogy mondjuk Pócs Péter, tehát ők ketten egymás tollával nyugodtan ékeskedhetnek, de mind a kettőjüknek van benne. Ez a magyar történelem utolsó betiltott plakátja. 1988. novemberében ez a plakát kikerült az utcára, és utána letépték, leszették, mert betiltották. És akkor térjünk a több idősíkú panorámaképek. Tehát ez az első kép, amit vetíteni szeretnék, tulajdonképpen bevezetésképpen ahhoz, hogy érteni lehessen, hogy mit is kezdtem csinálni a 2007-2008 környékén, és azóta nagyon sok ilyen képet csinálok. Ez történetesen, természetesen nem az én felvételem. Ez Philadelphia 1913-ban. Egy fotográf, nem tudom, hogy kikészítette a felvételt, valami hegy tetejéről, vagy talán egy magas épület tetejéről a fotográfus körülnézett, és amennyi belefért az objektívjébe, az lefényképezte, de hát az kevés volt neki, ezért három képet egymás mellé rakott, és így egy szélesebb látó képet, egy szélesebb perspektívát kapott arról, amit meg akart mutatni. Tulajdonképpen ezt folyamatosan használták a fényképezés feltalálásától mind a mai napig a fotográfusok arra a célra, hogy többet lehessen megmutatni, mint amennyit a fényképezőkép egyáltalán képes megemészteni. Digitális fényképezés ránk köszöntése, vagy ránk törése, mert van, aki egy ilyen forradalomként éli meg, egy csomó lehetőséget hozott. Például ezen a területen is azért gondoltam ezt a képet megmutatni, ez most egy úgynevezett screenshot, ami a képernyőnek a képe, amit itt látnak. Ez egy torockót mutató panorámakép, amelyik összerakva számítógép képernyőjén. Ha itt oldalt, itt látható az az öt kép, amiből ez az egyetlen egy kép össze van rakva. Ha tovább lépünk, és a második képet kiiktatjuk, akkor látjuk, hogy milyen cselesen veszi ki a számítógép, és intézi el azt, hogy összeköti az azonos pontokat egymással. Ehhez szükséges egy különleges állvány, aminek itt az a lényege, hogy egyik irányba és másik irányba is eltolható legyen, be lehet állítani a megfelelő pontra, az úgynevezett nodális pontra. Ez egy nagyon fontos dolog. Javaslok egy kísérletet, tartsák maguk elé ilyen 30-40 centire a mutató ujjukat, és irányozzanak meg valamit, ami messzebb van, és hogyha elkezdik fordítani a fejüket egyik szembe csukva, ha forgatom a fejemet, akkor azt látom, hogy az ujjam össze-vissza megy, jobbra-balra, nem marad egy helyen, pedig nem mozgattam. Azért, mert a fejem másképp van kiképezve, mint ahogy azt egy panorámaképhez kellene használni. Vagyis, hogy van egy olyan pont,
ami körül, hogyha elfordítom a fényképezőgépet, akkor a két egymás mellett lévő képnek az átfedő részei egyformák lesznek. Ez Vizsoly, a vizsolyi református templom. És tulajdonképpen az első ilyen felvétel látható itt, ez, ami ezzel az eljárással készült. Ez a vizsolyi biblia, ez egy hát megbízásszerű feladat volt, és itt most meg tudom mutatni, hogy készült ez. Ezt azért csináltam saját magamnak, hogy otthon tudjak rajta gondolkodni, hogy mit kell itt csinálni, ahhoz, hogy tényleg meg lehessen tisztességesen a képet el lehessen készíteni. Utána visszamentem Sipos Vizaknai Gergellyel, aki a helyi tiszteletes, nagyon szimpatikus fiatal ember, hozzám képest fiatal ember volt. Ő vele bejöttünk ide a templomba, és hát mutattam ezt, kinyomtatva ezt a képet, hogy hát tulajdonképpen ezt akarom tisztességesen megcsinálni, természetesen a Bibliát behozva ide az úrasztalára, középre, és hát onnan nagyon csúnya az asztal is, meg a vendégkönyv is, azt mindenképpen el kell távolítani, de az megoldható. Valóban hajnalban ott volt 7-8 markos ember, és szépen lebontottak mindent, ami nem oda való, és belelógott nekem a képembe, és hát meg lehetett csinálni ezt a felvételt, ami így valóban az, amire én gondoltam. Ez a felvétel, most pontosan nem emlékszem, 14-15 képből áll, amit hát a számítógépen lehetett összerakni, de ez egyúttal azt is jelenti, hogy 14-15-ször annyi információt, részletet tartalmaz. Ez Torockó felől fényképezve, mármint a hegyről, fényképezve a Torockó-Szentgyörgyi várat, mert a következő felvétel erről a hegycsúcsról készült. Ez az első olyan valóban 360 fokos panoráma, amit szeretnék megmutatni. Itt már valami gyanús az idővel kapcsolatban, valaki jól megfigyeli a képet. Hogy itt van ez a szikla például, aminek ezt az oldalát nem süti a nap, illetve ez az oldala van árnyékban. Itt van egy szikla, aminek ezt az oldalát süti a nap, ez van árnyékban. Ezt a sziklát pontosan szemből süti a nap, semmi árnyékos része nincs. Ezek itt meg árnyékban vannak, ugyanis a nap szembe van vele. Az a célja az embernek, hogy aki nézi a képet, az elkezdjen gondolkodni, és remélem, hogy például ezzel is sikerül arra rávenni a nézőt, hogy rájöjjön, hogy ez azért nem úgy van. Ez nem úgy van, hogy kinézek egy ablakon, és akkor az ablak mögött ezt látom. Tehát tulajdonképpen ezek a képek az időt, ami nem sajátja a képzőművészeti alkotásnak, valamilyen módon mégis tartalmazzák. Igen. Mert ugye a mai képzőművészetben az idő alapú mű az többnyire mozgó kép, vagy valamilyen animáció. Itt azonban egy fotóművészeti, vagy fotós technikával létrehozott idő kapszulát látunk, aminek most majd jön még ennél is látványosabb. Állatkerti önarckép. Itt nem lehet meglátni azt, hogy ez itt valahogy utólag van belemontírozva, mert nem is utólag van belemontírozva. Akkor, amikor az a része készült a képnek, akkor ott voltam. Akkor, amikor ez a része készült, akkor itt voltam, és itt, amikor középen. És hát a végén pedig itt még egyszer feltűnök ezen a végső helyen, mert hát a korlát azért van egy művésznek, hogy túllépjen rajta. Ez Csíkszentdomokoson vagyunk, és Csíkszentdomokoson meg egyébként nem csak ott több helyen, egy ilyen tavasz köszöntő ünnep, a búzaszentelés. Ezt úgy lehetett megcsinálni, hogy előzőleg pontosan fel kellett mérni, hogy mi fog majd történni. Itt ottani emberekkel végigjártam a helyszínt, és tulajdonképpen meg kellett keresni gyakorlatilag deciméter pontossággal, hogy hova kell fölállítani az állványt, hogy majd
amikor történik az, ami majd történni fog, akkor meg lehessen csinálni ezt a képet. Ez is Csíkszentdomokoson készült, Csíkszentdomokos 1847, az a címe. Egy elhagyott székelyház, ami előtt elmegy egy, az úton elmegy egy autó, mint egy a világ, meg a modern, meg a, meg a civilizáció. Eredetileg, mármint a fényképezőgépben természetesen színesen rögzült ez, de hogy miért volt szükség a fekete-fehérre, a fekete-fehér áttételre. Ez ugyanis majdnem napra, de hát egy-két nap különbséggel akkor készült, amikor a buzaszentelés, és hát az a helyzet, hogy, hogy hát ez a ragyogó tavaszi napsütésben minden aranyszínű és zöld, ez olyan, mint a Magyarország szerintem első ránézésre, és nekem nem ez volt a célom. Na most egy nagyon fontos kép számomra, nagyon fontos, homorult karácsony, aminél felhívnám a figyelmet a kép számomra legfontosabb részére, ez a De jó nékünk itt laknunk nálad felirat. Na most ezért mondom, hogy talán ennyi bevezető után el lehet képzelni azt, hogy ahogy a felvételek készülnek egymás után, ezt a képet, amit itt lát az ember, ezt a képet én se láttam soha. Akkor láttam először, amikor a számítógépen összeraktam. Akkor lehetett ezt látni. Viszont ahhoz, hogy aztán, amikor összerakom a képet, akkor ez a felirat pont ide kerüljön, ahhoz kell egy meglehetősen komoly gyakorlat. Hát ezt kell megszerezni. Nem esztétikai szempontból, hanem tárgyi szempontból, hogy mi kerül rá, az is a te döntésed, és az is hozzá tartozik a képnek a üzenetéhez. Nagyon fontos része. Maga a tárgya, hogy egy erdélyi templomot fényképezel, illetve az azon belül meghatározott elemek is a képkomponálásnak a része. Igen, igen. Sőt, ha jól emlékszem, nem sokára jön majd egy olyan kép, amin tulajdonképpen ezt még alaposanban el fogom tudni magyarázni, na de ez éppen nem az. Láttuk, csak úgy kedvderítésként hoztam a vizsói képet, ez pedig nem más, mint Csíkmadaras, hát egy kicsit kevésbé optimista vasútállomása jelenleg. Itt él Péter bácsi, aki ezen a képen látható, a Hargita lábánál ez a kinti házuk, itt fiatal korában az volt az élet, hogy tavasszal kiköltöztek az asszonnyal és az állatokkal, kiköltöztek ebbe a házba, és ősszel költöztek be a faluba. Péter bácsi nekem egy nagyon kedves ember, és nagyon fontos ember. Szóval ő nem egy proletár, hanem egy birtokos ember. Ez is Csíkmadaras, mégpedig a csíkmadarasi cigánykovács, akinek a kertjében, az udvarán készült ez a már szintén sok idősíkot tartalmazó kép. Felhívnám a figyelmet itt erre a kutyára. Elég szörnyűséges. Valószínűleg még macskavér is van az elejében. Az egyik legszebb homorodalmási ház 1800, ha jól emlékszem, 2-ben épült, és egy remekül rendbe tartott ház. Dénesi Bolyának hívják a hölgyet, aki most már csak a férjével él ebben a házban. A gyerekek kirepültek. Ez a felvétel nekem nagyon fontos. A történet. A történet az, hogy megérkezik az idegen erre a helyre, és tulajdonképpen rájön, hogy nem idegen, hanem itthon van. Az látható a másik oldalon. Ez a részlet ebből a képből, amin a gyöngyöktől kezdve a hímzésig mindenen, most visszatérünk ahhoz, amit lehetett látni a vizsói bibliánál, hogy maga a kép elképesztő részletességű, elképesztő részleteket tartalmaz. Itt is többet magammal voltam,
és hát van két olyan felvétel, ami a felvétel készítés közben készül. Ott a Márton Ildikó azért áll be, hogy ne fárasszuk a Dénesi Bolyát. Ez még a gépbeállítás elején van. Itt már ő is itt látható. Innen is, meg hát eleve természetes, hogy ilyen felvételt csak úgy lehet csinálni, hogyha az embernek van segítsége. Ez a Mátyás téri önarckép, ami otthon készült, az otthon alatt azt kell érteni, hogy ahol lakunk, itt baloldalt. Ez a mi erkélyünkről készült ez a felvétel. Az erkélynek a rácsa kezdődik itt és végződik itt. Nagyon izgalmas, hogyha a kép két változatát egyszerre nézzük. Ez ugyanis az első gondolattal ellentétben, ez nem két kép, hanem egy kép. Ez ugyanaz az egyetlen egy darab kép, csak éppen máshol van elvágva. Nagyon fontos kép. Tudják, hogy Budapesten van egy olyan elég rég oda, jó pár év óta menő program, hogy a 100 éves házakat megünneplik, és ez a ház, ez a Teleki tér 3 című, mármint postai című ház, ez ekkor 2013-ban volt éppen 100 éves, és ennek az ünneplésére készült ez a kép. Itt most látható az, hogy tulajdonképpen hogy készült és hol készült ez a kép. Itt instruálom a gyerekeket, hogy ki hova álljon, és mit csináljon. A ferde tengely látható ezen a beállításon is, és még néhány másodperc, és illusztrációként itt láthatják, hogy készül igazándiból egy ilyen kép. Itt látszik az egymás után készített felvételek sora. Megmagyarázom nekik, hogy hova fognak majd menni. Ez meg már tulajdonképpen maga az elkészült kép azon. Van itt egy számomra nagyon fontos rész. Talán a mozgókép bevágásnál föltűnt, hogy ennek a belső kis épületnek, ami tulajdonképpen egy üzletnek a raktára, annak a tetején állunk, annak egészen a szélén volt a fényképezőgép, illetve az állvány, és nem azért volt ott, mert nem szédülök, mert egyébként nem szédülök, de azért kellett annyira szélére kirakni az állványt, hogy ezt a táblát el lehessen olvasni, és ez a tábla valóban a képen el is olvasható, arról szól, hogy Losonczy Péter, ő neki készült az emléktábla, aki itt lakott, és a Városligeti bajnokságon aratott győzelmével sok nagymesteri elismerést kapott. Nekem ez egy gyönyörű dolog. Szóval ez a kisembernek a büszkesége, amitől hát könnybe lábad az ember szeme, mert gyönyörű. Egy másik viccet mutatok, itt látható a Haris család 2014 karácsonyán, amint, hát ez egy ilyen családi kép. Kicsit többen vannak, mint valójában. Kicsit többen vannak, mert a Bori kétszer van, ő van kétszer, meg a nagypapa is kétszer van. Itt látható a 8. unokánk, a 9. meg itt van, aki azóta megszületett, és Luizának hívják. Már csak a reklám helye van, ez a műcsarnok jelenlegi fotó szalonja, ahol az itt vetített képek közül 7 darab látható. Nézzék meg valóságban is. Köszönöm.